ez illik hozzád. Anyám ismerősei fura figurák voltak. Akadt köztük rendes pasas is. Azt tanított szerelni. Fogd le! Az a havsi is lelépett. Anyu folyton az ítéletnapjáról mesélt, meg arról, hogy én majd vezér leszek. Ezzel be is tett neki. A racsnis kulcsot kérem. Tessék. Szeretnék találkozni az apámmal. Találkozol. Az még soká lesz. Akkor már 45 éves leszek. Én küldöm majd vissza 84-be. Képzeld, még meg se született. Ez itt a gubanc. A másik csavart. Aha. Tessék. Anya csak egyetlen éjszakát volt vele. És még mindig szereti. Néha sír is utána. Olyankor persze tagadja. Azt mondja, hogy a szemébe ment valami. Miért sírtok? Mi, emberek? Nem is tudom. Csak úgy sírunk. Tudod, amikor fáj. A fájdalom miatt? Nem. Valami másért. Van úgy, hogy semmi bajod. Mégis fáj valami. Érted már? Nem. Töpecül megy. No problémo. Adj egy ötöst. Nyújtsd ki szépen a kezed. Így. Így a jó. Most figyelj. Adj egy ötöst. Úgy, ahogy én. Úgy, ahogy én. Most a jó. Oké. Szép volt. De szép ám. Most fenn. Lassú vagy! Csak vicceltem! Próbálj meg még egyszer! Jó! Csinálj így! Csinálj így! Jó! Most te jössz! Néztem, hogy játszik a géppel, és egyszerre minden megvilágosult. A Terminátor sohasem áll le. Sose adja magára. Sohasem fogja bántani. Nem kiabál vele. Nem rúg be és nem veri meg. Nem mondja, hogy nincs ideje foglalkozni vele. Mindig vele marad, és ha kell, meg is hal érte. Pótapák jöttek, mentek az évek folyamán, és csak ez a lény, ez a gép az egyetlen, aki megállja a helyét. Ebben a beteg világban egyedül ő egészséges.